A következő napok és hetek is nehezek lesznek, még sokan szorulnak ugyanis kórházi ellátásra, erről Galgóczi Ágnes beszélt az M1-nek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője arra figyelmeztetett, a járványügyi intézkedések felelősségteljes betartásával az egészségügy leterheltségét enyhíthetjük. A harmadik hullámnak még mindig a felszálló ágában vagyunk, ma is, illetve az elmúlt 24 órában is közel 10 000 új esetet regisztráltak Magyarországon, és a következő napok, illetve hetek is még nehezek lesznek a járvány szempontjából, hiszen kórházban is sok embert kezelnek, illetve lélegeztetőgépes kezelésre is sokan szorulnak, és nagyon fontos az a lakosság szempontjából a fegyelmezettség, és hogy betartsák a járványügyi intézkedéseket, egyrészt a korlátozó intézkedéseket, másrészt pedig a higiénis rendszabályokat. Rendszeres kézmosás, szellőztetés, a távolságtartás, a maszkviselési szabályok nagyon fontosak annak érdekében, hogy a járvány további terjedését megakadályozzuk, illetve lassítsuk, illetve az egészségügyre háruló terhet csökkentsük. Közben párhuzamosan zajlik az oltás, már több mint 1 900 000 ember kapta meg az oltást Magyarországon, és több mint 600 000 ember már a második oltást is megkapta. A hétvégén is zajlanak az oltások, most elsősorban második körös oltások. A pedagógusoknak március 29-éig kell regisztrálni, illetve hát akik már regisztráltak, ők már benne vannak a rendszerbe, illetve a bölcsődékben, családi napközikben, mini bölcsődékben járóknál nekik egyrészt regisztrálni kell a vaccinainfo.gov.hu-n, másrészt pedig a munkáltatónál jelezni, hogy szeretnének védőoltást, és a jövő héten elkezdődik az ő oltási kampányuk is, annak érdekében, hogy az iskolák is megnyithassanak. Nagyon fontos, hogy próbáljuk elkerülni a zsúfolt helyeket. A zárt helyeken, tehát bevásárlóközpontokban a 1,5 méteres távolságtartás, a maszkviselési szabály betartása, illetve a kézfertőtlenítő használat, a kézmosás a legfontosabb. És én azt gondolom, hogy a elkövetkező időszakban nagyon fontos, hogy csak a szűk családi körrel találkozzunk. Velük tartsuk a kapcsolatot, ha pedig szabadidős tevékenységet tervezünk a természetben, akkor szintén csak a szűk családdal tegyük ezt, és kerüljük el a zsúfolt helyeket. Természetesen a nagyszülők már lehet, hogy védettek, mert már megkapták mindkét oltást, és eltelt az az idő is, ami ugye az oltás, a védettség kialakulásához szükséges. Meglátogathatóak az idős szülők is, de természetesen ugyanúgy a családba maszkviselés, készhigiéné, szellőztetés, ezek a járványügyi, illetve higiénés szabályok betartása, ez nagyon fontos minden családtag részéről.